világon semmit nem szeretem, otthon sem volt ennek semmi jele, nem sem. Amikor Tamás megláttam a színpadon, akkor azt gondoltam, hogy a Tamás bejön és fölköszönt, és már ettől meghatódtam. A Gálvölgyi János közel 20 éve a Madár Színház tagja, és színházunknak egy szeretett, becsült és egy kiváló művésze. Nagyon sok mindenért szeretjük. Szeretjük a tudásáért, arról a fantasztikus, színes és összetett tudásért, amit ő a színházról és a színészetről tud. Szeretjük a intellektusáért. A János egy hallatlanul felkészült, komoly, gondolkodó ember, aki az élet dolgaiban nagyon pontosan eligazodik, nagyon jó vele beszélgetni, nagyon jó vele dolgozni, és szeretjük azért a fantasztikusan színes tehetségéért. Ahhoz a káprázatos, semmihez se fogható, a legnemesebb értelemben bohóc tudásáért, hogy a vicceiben mindig ott van egy kis szomorúság, és a szomorúságban mindig ott bujikál a nevetés. Mi azután következett, őszintén mondom, hogy meghatottam. Volt a producerekben egy jelenet, ahol ő óvta a könyvelést, én pedig megpróbáltam ráfekve eltávolítani ezt a dolgot, hát el tudják képzelni, hogy párhuzamosan egymás fölött fekszünk, félreértettem pozitúrában, és akkor a tanár úr ebből a pillanatban mondta, hogy álljunk meg gyerekek, vigyük arrébb azt a vizét, mert ott zavaró az alá, és maradjatok. És feküdtem a Jánoson, előtte két mondatot váltottunk, és mondtam, hogy János betyám, nagyon meg vagyok tisztelve is. És én megmondom őszintén, nem gondoltam volna, hogy így fogunk megismerkedni. Ezt a kis hangszórót föl lehet hangosítani, és ez úgy szól, az előadás közvetíti, mint egy rádiójáték. És én ezt még bejövök ide ebbe az előadásba, van egy negyed órám az első részben, és van egy negyed órám a második részben, és hallgatom ennek a darabnak a szövegét, ami itt történik a színpadon. És azt hallom, hogy önök milyen jól nevetnek, és szórakoznak. És tulajdonképpen a Szirtes Tamás elmondta előlem a lényeget, hogy amíg nekünk ilyen embereink vannak, akik így tudnak szórakoztatni, és így tudnak nevettetni, és ilyen komolyan tudnak nevettetni és szórakoztatni, addig nagyon sok örömünk van. Pár év ezelőtt, amikor volt egy ugyancsak ilyen születésű műsorom, akkor is a Serbi énekelt nekem Freddie Mercuryt, és hát zseniális benne. A Szervi Tiborral, mint olyannal is elfogult vagyok, de az ő költészetével, mert talán olyan stílus, én ismerem több paródiáját, tehát írott paródiáját neki. Én attól teljesen oda vagyok, hogy a Tibor ezt nekem, ő meg a Petőfi így ketten írták, hát ez én kértem tőle, majd oda fogja adni. Vannak benne javítások, mondtam, hogy még értékesebb lesz a kézirat. Csak hogy János vitéz más búvót faragva, sem hogy mézé-pézé hazáját eladja, magyar cínét, szívét, lordságé elhagyja, s ángol királynőnek eszondá kacagva. Nem kell, hogy lovaggá üssé engem böske. Légy szíves, maradj még sokáig így! Köszönöm, hogy van! Nagyon szép este volt, és én nagyon hálás vagyok, ezt is lehet vágni. Hálás vagyok mindazoknak, akik ezt kitalálták, hálás vagyok a Tamásnak, nagyon hálás vagyok minden kollégámnak, aki ilyenkor este azt mondja, hogy Isten, és be kell menni mégis, és bejött, és itt volt, és nagyon boldog vagyok. És hálás vagyok a nézőnek, mert nélkülük ez a 45 év nem jött volna össze. Nagyon nagy dolog ez nekem, és utána néztem, tényleg nem amiatt. Pontosan 20 évvel ezelőtt, május 26-án szerepeltem itt először, a Tabaré című musicalben, amikor ez volt az első olyan szerepem, amit Garas Dezsőtől átvettem Szirtes Tamás rendezésében. Az egy csütörtöki nap volt, ez egy vasárnap volt, és ez ma nekem egy nagyon nagy vasárnap, és nagyon szépen köszönöm nektek, meg köszönöm önöknek. Köszönöm. Ez az ajándék. De nem egészen így néz ki. Mint köztudott, ugye a János imádja a bohócokat. Erről már egy ország tud. Hát és ezt gondoltuk most neki. Minden nagyon. Várja, fogja egy picit. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm.